sziasztok! Meglepően sok sminktermék fogyott el nálam, úgyhogy épp ezért most egy külön videót kaptak. Az ilyen elfogyottas videókon belül. Minden esetre belekezdek, mert már felvettem egy videót ezelőtt, és lehet, hogy hülyeségeket fogok beszélni. Na, kezdjük az alapozókkal, és rögtön kettő olyannal kezdem, ami még nem fogyott el teljesen. Viszont mind a kettőben szerintem ilyen 2-3 alkalomra elegendő termék van, úgyhogy azért vettem ide őket ehhez a videóhoz. Az egyik a L'Oréal Perfect Match alapozója, a másik pedig a Rimmel Match Perfection alapozója. Na mert most én ezt a két alapozót mindig keverni szoktam, azért mert a L'Oréalnak jobb a fedése, viszont nem tudom, az én bőrömön nem mutat olyan szépen önmagában. A Rimmelnek kicsit gyengébb a fedése, viszont van egy nagyon-nagyon szép fénye, nagyon-nagyon jól néz ki az én bőrömön, és így a kettőt ötvözve kapom meg az úgymond tökéletes végeredményt. Ha lehetne így Rimmelt kapni, akkor lehet, hogy továbbiakban is használnám ezt a párost, viszont itt sajnos Rimmel nem kapható, ezt is még másfél évvel ezelőtt otthon vettem. Minden esetre, hogyha haza jutok majd valamikor, akkor lehet, hogy ezt is újra fogom venni, mert ezt a párost így nagyon szeretem. Jöjjön kettő darab másik alapozó. Az egyik legyen az őszi-téli kedvenc alapozóm, méghozzá a MAC-nek a Studio Sculpt-ja, amiről volt már terméktesztes videó is, amit be fogok nektek linkelni, illetve kedvenceknél is láthattátok már. Nagyon szeretem ezt az alapozót, bár az az igazság, hogy így tél végén, kora tavasszal, amikor használtam, akkor így egy kicsit elgondolkoztam, hogy lehet, hogy ki kéne valami mást is próbálnom, aminek nagyjából ugyanilyen finisha van, viszont nem tudom, nem ennyire testes, mert már vannak ilyen mimikai ráncaim, és oda előfordul, hogy becsücsül. A tavaszi, nyári, de inkább a nyári kedvenc alapozón pedig az Estée Lauder Double Wear-je, aminél a tartósabb alapozóhoz nekem még eddig nem volt szerencsém. Ezt újra vásároltam, most így nyárra ezt szoktam használni. Erről is voltam úgy teszt, ezt is be fogom nektek linkelni. Oké, a MAC-es csomagolást ugye nem fogom kidobni, mert 6 darab kiürült MAC csomagolás, hogyha visszavíztek a MAC üzletbe, akkor nem tudom, itt már csak egy személypudert kap az ember cserébe, csak egy személypudert. Előtte rúst is lehetett kiválasztani, nem tudom, hogy ez most otthon hogy működik, viszont érdemes egy megüzletben rákérdeznetek, és nem csak úgy kidobnotok a csomagolásokat. Akkor van itt 2 darab NYX Dewy Finish sminkfixáló spray. Nagyon szeretem, most is ezt használom, biztos, hogy újra is fogom venni, mert nekem nagyon tetszik az az eredmény, amit ad, hogy elveszi a felvitt púder matt finisét, illetve hogyha olyan alapozót használok, aminek inkább matt a finise, akkor abba is ad egy kis életet, emellett egy kicsit segít a sminkfixálásban is, úgyhogy én ezért nagyon szeretem. Van itt sminkszivacs, a Real Techniques kis sminktojásai. Itt van 2 darab lilából. Borzasztó, hogy néznek ki. Betöredezve, nem tudom, valamelyik meg is keményedett, és itt van 2 darab a narancssárgából is, ez is ugyanígy be van töredezve, és meg van keményedve is. Az az igazság, hogy elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy meg fogom venni megint az eredeti Beauty Blendert. Nekem már egyszer megvolt, és tudom, hogy egy évig használtam, még egy ilyen Real Techniques sminkszivacs, szerintem egy ilyen 3-4 hónap után nálam kuka. Mert egyszerűen megváltozik a szivacsnak az állaga, keményebb lesz, nem lehet vele annyira szépen és kényelmesen dolgozni, és egy idő után ezeket a foltokat se lehet belőle egyszerűen kiszedni, akármit használ hozzá az ember. Minden esetre nagyon szeretem ezeket a szivacsokat, de gondolkozok, erősen gondolkozok. Hoppá, van itt még egy alapozó, amit teljesen elfelejtettem, méghozzá a Maybelline-nek a Dream Cushion alapozója, amiről különálló tesztet nem készítettem, mert nagyon sokban hasonlít L'Oréal Cushion alapozójához, és szerettem ezt az alapozót, nagyon-nagyon tetszett
az a végeredmény, amit el lehet érni velni, hogy el lehet vele érni, hogy tényleg egy ilyen szép, egészséges bőrfénye van az arcnak utána. Viszont nagyon-nagyon gyorsan fogy. Lehet, hogy újra veszem még, amikor a Maybelline termékek esetleg a Rossmanban akciósak lesznek, viszont nekem ahhoz, hogy ilyen 6, maximum 8 alkalommal felvigyem, ahhoz túlságosan drága 12-13 euróért. És van itt egy púder a Kikótól, ez az Invisible Púder, ami egy transzparens fixáló púder. Nem tudom, elhasználtam, viszont nem venném újra, valahogy így annyira nem... Valahogy annyira nem volt a szemem csücske. A szívem csücske, nem a szemem csücske. Mert a szem alatti bőrnél úgy vettem észre, hogy egy kicsit szárított, és én ott használtam elsősorban a korrektor fixálására. Hú, mi van még itt? Vannak itt szemöldök, ceruzák, méghozzá nem is egy. Wow, jó sok. Először is itt van a Catrice Slimmatic Ultra Precise vízálló szemöldök ceruzája, ami nagyon-nagyon jó, mert nagyon vékony a hegye, jó a színe, szerintem az állaga is jó, könnyen és precízen lehet vele dolgozni, a végén van egy ilyen kis szemöldökkefe is, úgyhogy abszolút kompakt lenne, viszont ez benne volt valami havi kedvencekben, csalódásként, mert le is törik használat közben maga a ceruza egy párszor, illetve olyan eszméletlen sebességgel elfogyott, hogy az valami hihetetlen. A következő szemöldök ceruza az a Maybelline Brow Satin szemöldök ceruzája, ami, hát nem tudom, engem el sem nyugodott le annyira, valahogy a szemöldök ceruza részt a fejet én túlságosan vastagnak ítéltem meg, illetve olyan bumszli itt ez a része, ahonnan kijött maga a ceruza, és hogyha túl sokat kitekertem a termékből, letört, viszont hogyha túl keveset, akkor a festék itt rákenődött a csomagolásnak a peremére, és akkor ott húztam egy csíkot a szemöldökön mellett vele. Pedig maga a termék nem volt rossz. A másik oldalon pedig egy ilyen szemöldök por található, ami így a kupakból kell, hogy kijöjjön, és akkor ezzel a kis szivacsos applikátorral lehet felvinni, ami szerintem túlon túl vastag. Ezzel én csak itt elől tudtam dolgozni, a szemöldököm vége felé már nem igazán, mert túlságosan vastag, bumszli. Nem tudom, szerintem ez relatív drága termék, és nem venném újra, mert annyira jó nem volt. Amit viszont időről időre mindig újra veszek, most is el van használva belőle 3, az a NYX My... Na szóval, a NYX Micro Brow Pencil. Nekem ez a... Most nem fogom megtalálni. Ja, de a brunett árnyalatban van meg. Nem, az espresso árnyalatban van meg. Nagyon szeretem, nagyon precízen és szépen lehet vele dolgozni, relatív tartós is, bár egy tényleg meleg nyári napot nem bír ki. Viszont mindig szívesen nyúlok érte, mindig szokott lenni a smink kollekciómban egy darab belőle, hogyha gyorsan kell dolgoznom, akkor ezután nyúlok, mert nagyon gyorsan, nagyon szép eredményt tudok vele elérni. Van itt egy szemöldök rögzítőnek hívják ezt, a NYX-től ez a Control Freak, ami nem fagyott még el teljesen, viszont megromlott. Sokáig szerettem ezt a terméket, mert abszolút jól rögzíti a szemöldök szálat. Amiért én utána lecseréltem egy másik termékre, az az, hogy nekem ez túlságosan nagy ez a fej, és találtam egy olyat, ami hát ennek kb. Az egyharmada, és azzal én sokkal precízebben, sokkal szebben, könnyebben tudok dolgozni. Viszont, hogyha nektek nincsenek ilyen prioritásaitok, akkor szerintem ez egy jó szemöldök rögzítő zselé. Kettő darab szempilla spirál van még itt, az egyik az Essence-től, a False Lashes Dramatic Volume Unlimited szempilla spirálja, amit most nem tudok kitekerni, mindegy, nem is kell kitekernem. Nagyon szép szempillákat tudtam vele varázsolni, a vége felé, amikor egyre inkább száradt ki a termék, akkor folyamatosan lepogyogott a szemem alá, ezért nem is használtam el teljesen mindet.
Nem tudom, nekem ezzel ilyen kettős érzéseim vannak, mert azt hiszem, hogy ilyen 3 euróba kerül, 2 euró 95 vagy valami ilyesmi az ára, ami abszolút nem sok érte, viszont hogyha mindez csak egy 2-3 hétig tudom problémamentesen használni, mert elég gyorsan elkezdett kiszáradni amúgy, akkor nekem mégse éri meg. Illetve itt van a Catrice Glamendol vízálló szempillaspirálja, amit nem használtam még el teljesen, viszont ezzel is ugyanaz a problémám, hogy egyszerűen potyog, hiába vízálló, felkenődik a szemhéjamra, hogyha egy picit meg vagyok izzadva, pedig nem tudom, hogy van olyan szempillaspirál, amivel ennyire szép eredményt tudtam elérni, talán a L'Oréal-nak a Miss Manga szempillaspiráljával, viszont árban ez ugye jóval alatta lenne, úgyhogy jó lenne, hogyha tartós lenne. Sajnos nem az, úgyhogy ezért nem fogom újra venni. És az utolsó termék az egy szájfény, méghozzá az Essence-től. Én fogalmam nincs, hogy ennek mi a neve, vagy hogy mi a kódja, mert minden lekapott már róla. Azt sem tudom, hogy ez kapható-e még. Ezt is azért dobom ki, mert megromlott. Itt nagyon-nagyon kis kellemes szájfény volt, kicsit ragacsos volt, viszont kárpótolt a színe, kárpótolt az, hogy relatív tartós is volt, ez ugye a ragacsosságból már gondolható. Elég sokat elhasználtam amúgy belőle, holott én nem vagyok annyira egy szájfénypárti, viszont nem, tényleg, ahogy mondtam, nem tudom, hogy kapható-e még, de nem hiszem, hogy újra venném, mert van épp elég ajakkencém, amit tudok használni ezen kívül is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg nyugodtan, hogy az itt látott termékekkel esetleg mik a tapasztalataitok nektek, illetve hogyha egy nagyon jó sminkszivacsot, ilyen beauty blender utánzatot tudtok nekem ajánlani, akkor azt se tartsátok magatokban. És remélem találkozunk legközelebb is, kívánok nektek további szép napot, vigyázzatok magatokra, sziasztok!